Az arcüreg gyulladással bajlódó Radenkovics hiányában ismét csak egy magas emberrel lépett pályára a Marsó NKK, az ellen az Alegerszeg ellen, amelyet az alapszakaszban oda-vissza legyőzött. Az első két negyedben felváltva vezettek a csapatok, egyik fél sem tudott meglépni a másiktól, így nem meglepő, hogy 47-47-es döntetlenné vonultak a nagyszünetre a játékosok. A harmadik negyedet parádésan kezdték a hazaiak, bő másfél perc alatt egy 11-0-ás rohamot produkált a Taylor által vezérelt nyíregyházi gárda. A folytatásban a vendégek megpróbáltak zárkózni, egyszer 5 pontra is megközelítették a hazaiakat, akik azonban mindig tudtak újítani, így 13 pontos győzelmet aratva gyakorlatilag bebiztosították a bennmaradás Sitko Ernő tanítványai. Nagyon jól tartotta magát az Alegerszeg, de ha reálisan megnézzük a mérkőzést, akkor az első félidőben Stefan Feketének esett be 2-3-asa, aki 20%-kal dobja a hármast a szezonban. A földről fölvett labdát a magas ember dobta be hármasról, egy olyan játékos, aki az egész bajnokság során háromszor dobott rá a hárompontos vonal mögül. Ez 9 pont, ha ez a 9 pont ugye nincs, akkor már az első félidő sem ilyen. Tehát eléggé szerencsés kosarakkal tartotta magát az Alegerszeg, és úgy gondoltam, hogy a második félidőben mindenképpen meg kell ennek fordulnia. Kértem a srácoktól, hogy megfelelő intenzitással, koncentrációval kezdjék el a második félidőt, és ez így is történt. Agresszívebbek lettünk a védekezésben, és ez mindenképpen meghozta a gyümölcsét, és már a harmadik negyedben sikerült egy tetemes előnyt szereznünk. A középszakasz alsóházának tabelláját a Jászberény vezeti 9 győzelemmel és 16 vereséggel az azonos mutatóval rendelkező Marsó NKK előtt. A MAFSZ és az Alegerszeg egyaránt 4 mérkőzést nyert eddig a bajnokságban.